a semmi közepén. Két motoros. Azt sem tudják, hol vannak. Azt sem tudják, kit fognak megenni. Bár én tudom, kit fogok megenni. Én jobban járok. Na, előre! Mi ott van? Hát még összejönünk csak. Jó reggelt, vagy jobbat. Az a helyzet, hogy elkezdtünk kipakolni, úgyhogy jöjjünk reggelizni. Na, meg volt a reggeli? A pusztító itt járt. Destroyer. A magyarok? És nem tudom kik. És ez a magyarok, ez miért is fontos? Azért fontos, mert ha ti külföldön tartózkodtok, akkor ha tetszik, ha nem, Magyarországot képviselitek. És hogyha úgy viselkedtek, az egész magyar társadalmat jártjátok le. Ez igen egyszerű matek, mert ha Pesten te közlekedsz vagy bárhol, ha a taxis keresztül, akkor a hülye taxis lesz, akkor a hülye biciklis, a hülye motoros, ugye? És akkor mindig általánosítás van. Az emberek hajlamosak általánosítani, és ez így is fog maradni. Nem kötelező ezt csinálni utána, mert nem erről van szó, hanem ez most egy jó kép lesz a tulajdonos felé. Igen. És Brian csak azt mondja, hogy ez igen. Arra kérhetitek el, hogyha esetleg külföldön jártok, tényleg gondoljatok abba bele, hogy igenis, ilyenkor képviseltek Magyarországot. Annyira jó vagy. Transalpina vagy haza? Ez itt a kérdés. Válasszatok. Egyszer férjen be a lábam. Egyszer menjen bele. Benne van. Ott a vár. Benne van a bakancsban. Szerintem legközelebb. Ez valamikor este fog leérni. És hogy hogy? Na, itt van a bálna. Helyek közel útra kész. Megálltunk, hogy matricázunk, és nézzétek csak, már nem kell, ezek nem mi voltunk. Na, friss. Aha, nem tudom, ki volt. Ez tök jó érzés ezt megtalálni. Köszönöm szépen. És megelőztek minket. Túl sok ismerőst így két, így nem látok rajta. Kik látjátok magatokat? Ez itt a legmenőbb.
a bálna. Na hol? Igen. Itt van a Transalpina. Végre. És ez a hágó. Egyébként ott van egy ilyen ragasztós hely. Na most remélem fölbírok menni. Na, bálna megcsináltad. Na, ide került a csavarok szabadon. Itt egy nagy fehér folt volt, úgyhogy sziasztok, lengyelek. Hátok lengyel-magyar, két jó barát, együtt vissza. Mit? Sörét, borát? Volt egy olyan film, hogy ahová lépek, szörnyterem. Itt ahová lépek, szarterem. 2156 méteren vagyunk. Ott van egyébként a tábla, és ott vagyunk a jobb szélén leragasztva, a bálna pedig itt van. Viszont még nem ez a hágó, még lehet kicsit, majd arra mindjárt fogjátok látni, megyünk tovább. Ugye telap nem sikerült erre eljönni a hibámból, meg a GPS is tehet egy szívességet, viszont ez eddig nagyon szép, nekem nagyon tetszik. Nekem is tetszik. Hihetetlen a kilátás. Jó. És úgy-két hűvös is van, de nem vészes. És nagyon jó állapotban van. Köszönöm szépen, bárki is vagy. 2179-et ír. Király. Egy biztos, tényleg szép. Viszont megkezdjük az ereszkedést és a hazautat. Matricát megtaláltuk itt is, egyet raktunk oda, meg egy van az elején. Valaki alkotott, nagyon jó vagy, az biztos. Úgyhogy megkezdjük a leereszkedést. Jó utat kívánok magunknak. Na, én megkezdtem közben a navigációnak a tervezését. Eddig sikerült 19 kilométert megterveznem. Megálltunk addig rendbe rakni a dolgunkat. Egyébként 12 óra 33 otthon idő szerint. És majd indulunk haza. Yes, 2 kávés frappé, egy mentás limonádé, házi készítésű eples. Valami ször. Az a helyzet, hogy nagyjából megterveztem, hogy mi lesz ma, az 600 km. Max 200 autópálya. Még annyi se, de körülbelül 200. Itten idő szerint 2 óra, igen, aha, ott van egy 1 óra van. És 1 órakor indulunk neki, 1:30-kor egy 600 km-es túrának. Jó lesz. Volt már ilyen. Itt most még 400 km durván, autópálya nincs, ilyen kanyargós össze-vissza forgalomba péntek délután. Na, majd kiderül. Tehetek velünk. Na, ott jön a bálna. És akkor hamarosan megkezdjük az utunkat. Egyébként honnan föntről lejöttük. Mi is jönnek a neve? Itt kapunk kedvezményt, mondván motorosok vagyunk. Ha, tök jó.
megálltunk itt a Hallevány Lila gőzöm sincs hol. 67D jelzésű úton. Ha erre jártak, akkor gyertek erre. Útminőség egyébként egész jó. Étkezés a semmi közepén. Elhagyatva érzem magam. Meg van terítve a motor hátulján. Egyébként maga a táj az idilli. Otthon idő szerint egyébként 4:30 van. Ha a hagyományt nézem, akkor 7 órától szállást kéne keresnünk. Elképzelhető, hogy egyébként az is lesz. Megszállunk egy éjszakára valahol. Nemrég tényleg örültünk a 160 ezredik kilométernek, emlékszem rá. Elhagyatva a semmi közepén két motoros küzd az életért. Azt sem tudja, kit fognak megenni. Bár én tudom, kit fogok megenni. Én jobban járok. Na, előre! Igazából még 3 óra kellett volna, hogy elérjünk a határhoz, amit nem szerettem volna már hajtani. Azért elég fárasztó volt ott menni a hegyek között. Úgyhogy holnapra még van 400 km. Hát ez sok vagy kevés, azt szerintem teljesen jó. Illetve mit akartam mondani? Ja igen, az, hogy ki akartam már régen próbálni egy ilyen útszéri csehót, másért nem tudom mondani, olyan késdobálót. És próbáltam még ki, úgyhogy most itt volt a lehetőség, hogy megnézzük, hogy ez milyen. Hát majd a szoba egyszerű, meg fogom nektek mutatni, hogy miről van szó. Nincs túltolva semmi, egyébként 35 euró a szoba. Antalya Park. Ez itt a kaják az olyan, mintha otthoniak lennének. Ez a 150 éves török uralom meghozta. Na, motor mai éjszaka itt lesz. Megkérdezzük, hogy ez most virágból? Tessék mondani. Igen, ez kifejezetten virágból. A muskátli virág. Egy muskátli, igen. Mit ezzel egyébként? Fogalmam sincs, valami paradicsomos gombás. De hogy nem érendel. Roston sült. Semmi szerint. Nekem elgázolt kutyám van. Hát én 4 napra készültem, azaz 3 éjszakára. Éppen ezért tiszta ruhám már nincs, úgyhogy... Most jött a mosás. Úgyhogy mostam, szoknék mindent. Hát, a lábütözőt is. Remélem, hogy hónapra valamennyire meg fog száradni. Töltődnek a hátbeszélők is. Van vízünk, csapra verjük. Ja, mindig van nálam. Teljesen mindegy rovarító, én akkor körbefújtam az egész ágyat, szekrén, meg mindent, úgyhogy írtottam itt mindent. Na. Monika benne fürdik, egyébként már egy zuhanykabin. Ennyi. Vacsorával együtt egy éjszakára fizettünk 60 darab eurót. Ja, na. Már ennyi, holnap még folytatjuk. Kíváncsi vagyok, hogy mi a következő kaland. Még a tenger zúgását hallgathattuk, most pedig a kamionok zúgását. Ez aztán a fordulat. A motor ott van, itt pedig a reggelizünk. Reggeli van. Ja, jó reggelt, én még nem köszöntem. Tényleg, még pizsomában voltam, készülöttem.
de már kész vagy teljesen. Üzemkép állapotban vagyok, kávét már megkaptuk. Jó reggelt, most menjen lentről. Megreggelizünk, annyi gyakorlati információt azért elmondanék nektek, hogy azért van valamennyi helyi pénzünk. Itt ezen a helyen például nem tudnak elfogadni a bankkártyát. Eurót egyébként igen, de nem tud belőle visszaadni, szóval egy érdekes matek lenne, hogy hogy ad vissza a helyi pénzben. Biztos megoldható ez is. Na, ma viszont szombat van. Túránk nem tervezett 5. napja. De jó van, ez így. Engem nem zavar. Ha megreggelizünk, és akkor elindulunk. Hirtelen ki akartam mondani. Temesvár. Temesvár, igen, Temesvár felé. És aztán szépen csorgunk haza. Egyébként innen 400 kilométer meg az apró, nem sok elenyésző. Helyi idő szerint 9:30 van. De ahogy a határt átlépjük, rögtön nyerni fogunk egy órát. Ha? Na, mit teszünk? Ez hány tojás lehet? Szerintem... 4. Helyes. Az az én szokásos adagom. Mi alatt vágsz? Mi van? Biztos részt. Na, mi van? Na mi van? Milyen alatt vágtál? Jó idő van. Nem fázol? Nem. Biztos? Biztos. Esetleg egy kicsit szóljunk odafönt, hogy fűtsenek még rá egy kicsit? Na, az a vicc, hogy kimostam a ruhákat, és úgy helyek közben meg is száradtak, de csak helyek közben. Európinnek a fogyasztását nézegetjük. 440 kilométer van benne, és most világít a szegénységjelző. 23 liter. Elvileg még volt benne akkor 5. Vagyis, ha óvatosan megyünk, 100 kilométer, de azt én már nem próbálnám ki. Inkább azt mondanám, hogy a leszállás jelző világít, akkor 80. Normál használat mellett. Na, ennyi pénzünk maradt, egy darab lej, meg némi bani, hallod? Ez a bani. Nagy baniból van. Na, egy kis croissant, azt még elrágcsáljuk, és akkor mit akartam? Ja, a közlekedéssel kapcsolatban akartam még mondani. Itt nagyon hosszú egyenesek vannak, ami azt jelenti, hogy és szombat van ráadásul, és a kamionok úgy látszik, itt nincsen kamionstopp, vagy valami ilyesmi, és hogy ilyen hosszú vonatok vannak szemből, és elkezdenek előzgetni a egyenes részeknél, úgyhogy oda kell figyelni, amikor le kell húzódni. Kicsit nekem úgy tűnik, lehet, hogy rossz indulat, de hogy nem tudnak vezetni. Illetve ha egyenes látnak, akkor padlógáz. Azt látom. Jön az egyenes, akkor leparkettázzák, jön a kanyar, akkor hogy hát akkor elveszik, meg itt tökölődnek a útkereszteződésben is. Én is látom, meg én sem tudom értelmezni. Tesszük. Hát tegnap is, hol abban az erdős lünnek mondjam részben, hogy végig előtte nem volt senki. Hát mert szerintem a kanyarba vettem észre, hogy ott már a másik sávba ment. Beérkeztünk Temesvárra, közben a motort én lezártam, ami úgy néz ki a régi filmekből, tudjátok, hogy lánc át van húzva a kabáton, bukós isakon, és akkor látványos, hogy ide van zárva. Természetesen nem olyan nehéz ezt elbontani, de azért mégiscsak valamennyi biztonság. Ezben itt arra felé van a központ. Na most, hát ennyi. Nem fogunk fázni, megnézzük, hogy legalább bekukantunk, időnk úgyis van. Morzsai. Na, szóval Temesváron vagyunk a főtéren. Ott az a... mindig a Szent Háromság szokott lenni, gondolom itt is azt jelenti. Mindig van a... milyen a nagy járvány, mindig. Pest is, megvan. Egy nagy Pest is járványok idején. Sokan meghaltak, és sokan azok szoktak ilyen emlékművet állítani, emlékére. És se rossz. Jó, hangulatos. Luxa. Luxura. Ki van rakva egy villamos? Kíváncsi vagyok, hogy ez
mikori, az illata az régi. Viszont azt látjuk, hogy 1920 hétre satszolnék. Visszatekintést a templomra. Szép, tetszetős. Fölveszem majd, miért néznek olyan furcsán Mónikára, mert hogy ő így közlekedik. És így hirtelen első ránézésre fekete ruha felső. Úgy néz ki, hogy valami smasszer így. És akkor ez alatt pisztolja a furcsán méricské, hogy meg nem mondom, hogy mi az. Még a hátán is van valami szöveg. Ez tuti, hogy valami smasszer lesz. Na, közben idejöttünk ehhez a nem tudom mihez, nem tudom, hogy munkagép lenne. De ehhez már visznek be áramot, szóval ez már ki van világítva. De vannak itt ilyen táblácskák, ahol lehet olvasni, hogy mégis mi láthatunk. Egy nagyon régi képet az ide kiraktak, ami látszik, hogy Temesvár, belváros és egy losonci domtér, és igazából ennyi. Minden egyéb más vonatkozása magyarul egy árva szó nincs kiírva. Tessék, megmutatom a túloldalt is. Miért olyan nehéz, miért lenne a nehéz magyarul kiírni? Még így itt is itt van még Losonci tér. És még Temesvár. Olyan is a magyarul van kiírva. Engem azért ez dühít. Na, még egy körpanoráma innen a térről. Az a jó, hogy semmit nem látok a mobiltelefon kijelzőjén. A sárga póló az tökéletesen tükröződik, de elméletileg fölvettem. Átjöttünk egy másik térre, ahol mindig ilyen villamos, szerintem ez még lóhúzta. De tetszik, hogy ezt fölrakták. Itt jön egy villamos, nézzük meg, hogy néz ki. Úgy családtam. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire jó ötlet ilyen, hát nem tudom, 35-40 fokban motoros nadrágban sétálni a városban. A legjobb. Úgyhogy ettől nincs egy jobb érzés? Látnátok, milyen arcotok várnak itt némelyekünk, hogy sétálunk itt tökig beöltözve, mindenki rövid nadrágban, meg itt, igen. Bakancs. Bakancs, ja. Szigorú nézés, bakancs. Ennyi, lássák, hogy... Egy-két magyar hangot már hallottam, magyar beszédet, bocsánat. A lábam valamennyire működik. Most, hogy leültünk, az érzem, hogy kellemes. De még bírom. Most ez a csoda várt minket a következő sarkon. Nem tudom, csak egy hátrányom ennek a következő sarkon, mi történik velünk, hogy annyi sarkot mentünk, hogy
már nem tudom, hogy meg valami kilátó van, föl lehet menni. Na, egy dolgot megígérek, ezen most nem fog fölmenni. A rózsák kertjét keressük, állítólag ez még egy olyan dolog, amit nem szabad kihagyni, de ezzel küzdünk immáron, hány 20 perce? Legalább. Na, voltunk oda át a folyó másik oldalán, és még most sem nagyon hasonlít, hogy semmi rózsák kertjére. Most egy különben egyfolytában zizeg a zsebembe ez a bizbasz. Azt sem értem, hogy miért. Na, most megint megnézem, hogy mi van. Na, itt is lehet látni, hogy a azt mutatja, hogy a irány ugye arra megy. De itt hiába forgatom, semmi lópikkol a fülembe. Jó felé jövünk. A lábam az már nem az igazi. Most már elkezdtem fájni, sőt, ahol el volt törve, most már az a rész is elkezdett fájni. Úgyhogy szerintem múlni fog a hátán. Visszavinni, ami szerintem teljesen simai lesz. Igen, fölök a hátadra és akkor vissza. Ilyen melegben mi a nagy kincs? Víz. Én fejemben már fönt van összevizezve. Csak meglett. Ezért sétáltunk ennyit. Nem vagyok meggyőzve jelenleg, hogy ez megérte egy. Tudjátok, inni kell legalább egy ilyen kancsóval. Egy olyan kancsóval. Biztos szép lehet, amikor minden rózsa virágzik. Így videóban szerintem csak annyi látszik, hogyha valami gazok lennének. Hát a rózsák kertje az részemről feledhető. Egyébként itt van ez a rész, és akkor oda át van elvég egy tükörképe. Ugyanez. Itt meg itt van a folyó. Előbb ezen keltünk át. Nem kellett volna, de sikerült. Spontán kirándulásunk olyan formát öltött, hogy túlélő túlálva vált. Otthoni idő szerint, nem tudom, látszik 14 óra 5, fejemben van ilyen vízütés. Ezután is köszönöm Lali a kendőt. Szoktuk volt mondani, hogy minden sarkon új csoda vár, és ott van a messzibe. Akkor ennyit Temesvár látványosságairól. Szerintem elfáradtunk? Nem. Akkor mehetünk tovább? Amúgy is. Na jó van, gyertek velünk tovább, és még folytatjuk. Még van egy 300, talán kilométer. Na, akkor a legfrissebb híreink. 16 óra 6-kor nyertünk egy órát. A határon átjöttünk a kis zombori, ugye? Jól emlékszem? Igen. 800 méteres sor volt a határát kerülnie, amit természetesen nem vártunk ki. Előre végig, ahogy kell, és 3 perc, körülbelül 4, mindegy. 5 se volt. De azt gondolom, hogy akik a kocsisban ott ücsörögtek, meg ott a árokparton össze-vissza voltak. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon durva. Én azt gondoltam, hogy ezen a határátkövén egyébként nem is lesz majd semmi forgalom. Hát lett. Szegeden tartottunk egy kis városnézést, mert hogy rossz felé fordultam. De nagyon szép Szeged, úgyhogy majd ezt meg kell egyszer látogatni, úgy tényleg rendesen. És egyelőre ennyi. Megálltunk egy kis kajáért, meg kávéért, aztán megyünk fel a pályára és go. Még egyszer be fogunk jelentkezni, már csak utoljára. Remélem utoljára. Következik a zárszó Szegedtől idáig. Lejöttünk, úgyhogy nem látunk meg egyszer sem. Összegeznem kéne az elmúlt 4 helyett 5 napot, mert hogy végül 5 nap lett. Nagyon-nagyon-nagyon elfáradtam. A lábam érdekes módon most, mire hazaérünk, addigra
érzem, hogy van, de nem olyan vészes. Monikának gratulálok, ez egy elég erős túrának számít. Pláne az, hogy motoros ruhában egész, azt mondtam, hogy 3 órán keresztül legalább a városban sétáltunk, hogy kibírta végig, egyszer sem nyavajgott, úgyhogy gratulálok neked. Hát nekem felejthetetlen. Az biztos. A túra, a látvány, de hát számomra izgalom is volt. Melyik rész? Nincs benzin, nincs benzin? Hát nem azon, végül is annyira nem stresszeltem, hanem csak lesz már itt valami harmadik falu és nem lesz kút. Transalpinál lefelé. Nekem ott a hegyek, mint a filmekben az ilyen lakatlan szigetek. Néztem felfelé, és nekem az jutott eszembe, hogy szerintem ez... Szerintem el sem tudom mondani én. Úgyhogy nekem ezek nagyon tetszettek. Meg minden. Mi az, ami nem tetszett? Volt olyan? Én... Van olyan, hogy nehezen viselem a meleget, és most szerintem most már kezdem száraznak érezni magam. Az aláöltözöm az, hogy tényleg aki bepisil, vagy kimosták, akkor köszönöm szépen az utat, az élményeket. Sziasztok!